Te régen ugye doboltál, most pedig énekesként vagy jelen a Passóban. Hogy jött ez a váltás, és hogy alakult az egész zenekar? Igen, hát a gimnáziumban kezdtem dobolni, akkor főként rockzenét hallgattam, azért tetszett meg ez a hangszer, és aztán több zenekarom volt az évek során, és az egyikben, ami már az egyetem elején működött, az egy ilyen pop-punk zenekar volt, aminek a Sólemme a záró száma az volt, hogy én kijöttem a dobok mögül, és ezt a jamaikai típusú patová ragamuffint műveltem, a többi zenekartag megőrült, és akkor egymásra ugráltak kicsi a rakást hangszerekkel, amik ebből volt probléma, tehát volt ilyen fogdarab letörés is. Oh. Nem nekem szerencsére, de azért ez nem volt annyira veszélytelen művelet. És aztán ezt látta az egyik ismerősöm, és aztán felvetette, hogy dobos volt, hogy nem csinálunk erre inkább egy külön projektet, hogyha ez ilyen jól működik. Vagy ha ő dobos volt, akkor át akarta venni a helyedet? Hát nem abban a zenekarban, de ebben az újban. Hát nem dobolnál már, annyira jó hangod van. Igen. Lehet, hogy mégis jó megközelítő. És az a zenekar is nem jött össze, viszont őt elhívták az akkor formálódó Passó próbájára, ahol elhívott ő engem, én meg ott ragadtam. És akkor ott, ez volt az első zenekar itt a Passó, ahol már csak ilyen MC vagy énekes szerepkörben kezdtem el működni, illetve még néha ez a percussion dolog működik, tehát akkor az elején még néha kongáztam, meg most van ilyen csörgőm, tehát azért teljesen nem tudtam elszakadni a dobtól, vagy a lüktetéstől, de alapvetően itt most csak ez van. Eleinte volt egy énekes srác és egy énekes lány is, ők aztán az évek során egy másfél-két év után a nagy fluktuációban ők már más utakra mentek, és akkor hárult rám az a dolog, hogy be kell teljesen tölteni a frontemberi szerepkört, de szerencsére addigra jött a billentyűsünk, az egyik trombitásunk, és akkor ők felfejlődve egy ének szekcióvá, ők vokáloznak rám, és akkor így aztán talán már elviselhetem. Mesélj nekem nagyon röviden a ska zenéről. Ha jól tudom, Magyarországon szinte ti képviselitek egyedül ezt a stílust. Hát tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük, hogy a jamaikai típusú szkát azonosítjuk a szkával, akkor azt valóban mi honosítottuk meg itthon, de a ska műfaj az 50-es évek végén alakult Jamaica szigetén, ez egy karibi tánczene, a jazzből, a rhythm and bluesból, meg a mentóból fúzionált, és aztán ennek volt több hulláma, például a 80-as években Angliában, mondjuk erre példánként a Madness, bár ők belementek a New Wave-be is, de azért sok ska száma is volt a zenekarnak, illetve később az Amerikában volt a 90-es években egy harmadik hulláma. És a 80-as évek New Wave-es típusú ska-ja az eljutott már Magyarországra, és ott a Bad Manners, vagy egyéb, vagy a Special, vagy a Select zenekarok révén. És ilyen típusú ska már létezett, viszont az eredeti, a jamaicai gyökerekhez visszanyúló még nem. És nekünk ez volt igazából a célkitűzésünk akkor, hogy ezt a típusú ska-t is megmutassuk itthon. Persze nyilvánvalóan ebbe belevittük a saját ízünket, tehát vegytiszta dolog nem lett. Van egy-két szám, ami talán elmenne ilyen-olyan környezetben, hogy na, ezt rá lehetne fogni, vagy olyan válogatásra rakjuk rá, talán nem bukna le elsőre, hogy ez itt készült. Hanem talán abban a korban, de alapvetően azért van egy saját karakteres ízünk. Mire szólnak a szövegek? Hát ez egyik változó. Kéri a szövegeket egyáltalán? Ez is változó, nagy részét én, de például a dobosunk Lipivány szokott szöveget hozni, most hozott a trombitásunk is szöveget, korábbi énekesek is hoztak szöveget, a Jani. Tehát mindenki nagyjából így a zenekarban, de legfőképpen te, miről szólnak ezek a szövegek? Hogy mondjuk a 70-80%-et én, és akkor van egy pár olyan. A zenekar tagjai azért az undergroundból érkeztek, tehát ebből a szempontból is van egy ilyen társadalomkritikus élt, ez az, ami azért így megjelenik. Saját élményanyagon alapszik. Van olyan, ami például a Budapest című számunk, az jártam, keltem a városban és néztem, hogy mik vannak, és akkor ez egy leíró, ironikus, szarkasztikus dal, aztán van a
mondjuk a Babylon Focus az pedig inkább már egy ilyen globális helyzetre reflektált, tehát van igen, viszont van mostanában főleg előjöttek teljesen hétköznapi dolgokkal foglalkozó dolgok. Hát egyszerűen csak az öröm, tehát a tánc, a szerelem, vagy pont a fordítottja, a bánat. Ti különben is jó barátok vagytok, vagy ez csak zene és csak munka? Nem, különben is összejárunk, tehát vagyunk olyan hülyék, hogy miután végig túrnézzük Európát, és együtt töltünk végtelen órákat a buszban, utána még elmenjünk közösen sütögetni valamit, vagy egy dartsbulit tartani, szóval igen. Amikor már épp sok lenne egymásból, akkor még egy kicsit ráteszünk egy lapáttal. Sok külföldi országban is felléptetek, ha jól tudom. Ugye van valami érdekes kis történet, amit megosztasz velünk? Hát nagyon sok élményünk volt. Igazából ami szakmailag a legnagyobb jelentőségű volt, azok olyanok voltak, hogy játszani. Először külföldön játszottunk a stílus alapítói előtt, az amerikai Scatter Lights előtt, mondjuk Franciaországban is, meg Hollandiában, meg Ausztriában is volt előttük szerencsénk játszani, és az tök jó érzés volt, hogy ők is, nekik is úgy tűnt, hogy tetszik az egész, és ez egy ilyen elismerés volt, de ugyanakkor meg a másik nagyon jó, az a hihetetlen instant reakció, tehát például amikor a Holland Dullens Festival játszottunk, és akkor jártunk először Hollandiában, akkor mikor lementünk a színpadról, volt egy visszataps, lementünk még egyszer, és utána feljött a speaker, hogy bemondja, hogy a következő zenekar ez is ez lett, és nem hagyták neki végigmondani, olyan hangosan énekelték a Gagarin lólóló részét, pedig akkor hallották először a dalt, tehát ez egy ilyen teljes rejtély volt, és hát az egy csodálatos élmény ilyenkor mindig. Ha jól tudom, akkor készültetek egy kis akusztikus zenével, ugye? Mi is ez pontosan? Így van. A Joseph című dalt fogjuk előadni, méghozzá olyan különleges módon, hogy a dobosunk gitározza, és én énekel. Si Joseph must be betrayed, si Joseph must be betrayed, how Joseph must be betrayed by his brother. Then my joy in me no well, yes my joy in me no well, I joy him I left he die. Joe, he did not die, no he did not die, he was digging out by your merchant. Si Joseph must be betrayed, and I'm joining our well he die. One more time. Sha-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Doesn't it just pass? Seven bad years come, and all the battles kneel in front of him. And then my axe we help, yes, then my axe we help. The family was there this time. But Joseph must be wise, oh, he must be wise. He had the power to forgive them. But Joseph must be betrayed, and I'm choking how if he died. Last time. Sha-la. Hogy lehet összeszervezni ezt a 11 embert? Te ugye picit ilyen szervező szerepet is betöltesz a zenekarban, ugye? Igen, hát... Mert ugye mindenkinek van civil szakmája. A legtöbbnek igen, van akinek ez kapcsolódik a zenéléshez, tehát zenetanár, aha, vagy ilyesmi, de van aki egész más területen dolgozik, van köztünk ügyvéd, reklámszakember, van aki a Magyar Széchenyi Könyvtár elektronikus szekciójánál dolgozik, úgyhogy próbáljuk úgy szervezni a zenekar élet, hogy ez a kettő ne zárja ki egymást. A próbák este vannak, a koncertek este vannak, a polgári elfoglaltságok pedig javarészt
napközben, illetve hát az van, hogy amikor messzire kell utaznunk, vagy turnéba vagyunk, akkor a zenekartagok a szabadságokat használják fel arra, hogy tudjunk menni. Meg igazából ilyen csillagtúraszerűen csinálják leginkább az elmúlt időszakban, tehát mondjuk kirepülünk Belgiumba, ott a hétvégi meccsen két koncertet, és aztán visszarepülünk, és akkor így meg lehet oldani azt, hogy ne kelljen feltétlenül szabadságot kivenni a dolgozó fiataloknak. Te mivel foglalkozol? Hát én egyrészt próbálom igazgatni valamelyest a zenekar dolgait, másrészt pedig végzettségem szerint én közgazdász vagyok a Cornelius Egyetemen, akkor már Cornelius volt, pont akkor volt a névváltás. Végeztem vezetésszervezés főszakirányon, illetve marketing kommunikáció mellékszakirányon. Ezt részben használom, egy rendezvényszervező cégnél dolgozom. Annyi a szerencsém, hogy itt nagyon megértőek a zenekarral kapcsolatban, így aztán ugyanúgy be van írva náluk is a turné, hogy én akkor utazom el a turnézni, viszont a zenekarnál is be van írva, hogyha itt valami kemény időszak van, akkor olyan, mintha oda mennék turnézni. Milyen jövőt álmodsz a zenekarnak, és milyen jövőt álmodsz magadnak? Mik a tervek? Nagyon nagy utat tettünk meg, hiszen egy szubkulturális műfajt próbáltunk felfutatni, és aztán ebből nőttünk ki egyfajta ilyen majdnem mainstream, az alternatív zenék, popzené közé tartozó brigáddá, vagy ilyen fesztivál kedvencé. A cél továbbra is az egyébként talán, hogy azért, hogyha ezt a szintet elértük, akkor ezt minimum megtartsuk, vagy növeljük. Illetve hát nemzetközi szinten is szerencsére értünk el sikereket, azt, hogy feltegyük a Magyarországot a nemzetközi ska térképre, azt elértük, mivel egy amerikai kiadó adta ki igazából az első lemezünket teljesen, az második kettőt meg ő gondozta, és még mindig tart a kapcsolat, illetve hát próbáltunk Európában is legtöbbet játszani, és azért valamilyen szinten nemzetközileg is ismerik a zenekart, illetve hogy a magyar ska zenekart tudnak mondani, az egyértelműen mi vagyunk. Én azt gondolom, hogy az első számú cél mind magam, mind a zenekar részéről szerintem az, hogy örömzenének tudjuk megtartani ezt a dolgot, tehát ameddig ezt örömmel, kreatívan és olyan végeredménnyel tudjuk csinálni, hogy az mindenkinek tetszen, addig igazán jó. Az, hogyha ez egyre népszerűbb és még több emberhez jut el, akkor az csak még jobb, de alapvetően talán ez a legfontosabb a személyes boldogságunk szempontjából. És hát igen, az én saját boldogságom is talán az, hogyha tudok kreatív maradni, vagy hogyha mindig van olyan az életemben, ami igazán boldoggá tesz, vagy így olyan szinten tudok benne alkotni, ami örömet okoz. Krisa, hát kívánom, hogy ez összejöjjön a zenekarnak, és természetesen személyesen neked is, és hogy továbbra is kreatív tudj maradni. No, most pedig már csak a játék maradt hátra. Ha minden igaz, akkor hoztál egy nyereményt. Mutasd meg, hogy mi az. Ez egy DVD, passzó DVD-je. Rajta van egy turnéfilm, elég őszinte, úgyhogy kapott karikát is, illetve egy az 5 éves születésnapunkon a Petőfi csarnokban tartott születésnapunkra egy videóanyag, és egy-két klip igazából, aki nem ismer a zenekart, annak elég jó beugró. Na jó, akkor ezt majd arra kérlek, hogy dedikáld, jó? Mindenképp. Most pedig akkor egy kérdést még felteszünk. Legyen az, hogy mielőtt Krisa elkezdett volna énekelni, milyen hangszeren játszott. A válaszokat, mint mindig, így most is a Music Plus Facebook oldalára várjuk. Remélem, hogy legközelebb is velünk tartotok, addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!